Lukács evangéliuma 12. részének 16-tól 21-ig terjedő versei következnek. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én, lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Jézus folytatja, amit elmondott annak az embernek, és tulajdonképpen az életünk egy alapvető beállítottságáról beszél. Nem az volt a baj, hogy ez az ember szorgalmasan dolgozott. Még csak az sem, hogy előre látó volt, hogyha megtelnek a csűrjeim, újakat kell építenem. Megkaptuk a feladatot, hogy műveljük, őrizzük a földet, ez kicsiben a saját életformánkra is érvényes, a Biblia mindenütt a szorgalmas komolyan a feladatai után látó emberről beszél. A baj ott volt, hogy ez az ember csak a földiekkel számolt. És azt mondta, hogy no, most már kényelembe teltem a lelkemet, mert megvan minden, amire hosszú időn át szükségem lesz. És Jézus itt mondja azt, hogy óriási tévedés, és figyelmezteti, hogy ember, hát az éjjel befejezed, és kijei lesznek, amiket összegyűjtöttél. És a befejező mondat adja meg ennek a történetnek az igazi üzenetét, hogy így jár mindenki, aki csak a földiekkel törődik, és nem Isten szerint gazdag. Tulajdonképpen a mi életünk valóban bármikor befejezett élet lehet, nem tudjuk egyikünk sem az utunkat, és gondoskodnunk kell a dolgainkról, törődni vele, de igazából az alapkérdés az, hogy mi a mi életünknek a beállítottság azt mondja, hogy aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Testvérem, hadd legyen ma kérdés az, hogy magadnak gyűjtesz, vagy miközben végzed a feladatodat, és gyűjtesz is, Isten szerint vagy gazdag. És ez nagy különbség, mert ez meghatározza a napjaidat, meghatározza az anyagiakhoz való hozzáállásodat is, hogy te megbízott vagy. Amit kaptál, azt úgy kaptad, hogy azzal sáfárkodnod kell, azt nem felélned kell. Persze, hogy ad Isten, és feladat is, hogy éld az életedet, és a tieidre is gondod legyen, de közben letesz nálad úgy, hogy az nem a tiéd, hanem azt te add tovább, és miközben te így forgolod,
tudsz, hogy ott van a lelkedben ez a készség, meg ott van az életformádban ez is, aközben te egy úton vagy, mint aki tudja, hogy nincs itt maradandó városunk, és tudja azt, hogy amin van, azt én úgy kaptam. Még akkor is, ha megdolgoztam, értem. Mit van, amit nem úgy kaptál volna? És ezért olyan fontos nekünk, hogy ne a földiek döntsék el a gondolkodásunkat és a napjainkat, pedig hát ez a világ nagyjából így él, eszeveszetten hajszolja azt, ami kihullik a keze közül. Az Isten gyermeke pedig úgy él ebben a világban, hogy szorgalmas, meg gondos, igenis utána kell nézni a dolgainknak. Ugyanakkor tudom, hogy én úton vagyok, és tudom, hogy sáfár vagyok. És Istent kérdezem, hogy Uram, mit kezdjek azzal, amin van, és amivel megáldottál engem. Nagyon tisztán beszél Jézus, és nekünk jó, ha komolyan vesszük. Egy-egy mondat, egy egész életlátást tükröz, amit Jézus elénk ad.